eToro demo számlanyítás lesz most ebben a kis videóban, és még ráadásul veszünk is Tesla részvényt ezen a demo számlán, veszünk Tesla CFD-t, szándékosan hagytam ki a részvény szót, úgyhogy lássuk, miként működik maga a felület. Üdv mindenkinek, András vagyok, és ez itt az Extreme Portfolio Creator csatornám. Egyre több bejegyzés jön szembe közösségi felületeken, hogy hol lehet demo számlát nyitni, miként működik, mi a veszélye, stb. És arra gondoltam, mivel én az eToro-t használom, megnézzük ezt demo szemmel, úgyhogy nyitottam, és ezt le is videóztam nektek, hogy hogyan működik ez a folyamat. A legjobb része az, hogy kockázatmentes az egész dolog, ugyanis nincs szükség feltöltésre, ott úgymond kapsz egyfajta demo pénzt, lehet nevezni játékpénznek is, és azzal meg tudod ismerni egyrészt az oldalt, hogyan működik, másrészt a vásárlás vagy az eladási folyamatokat. Különösebb adatra nincs szükség, egy e-mail cím és a hozzátartozó jelszó. Nagyjából ezzel indulsz. Pötyögjük be a keresőbe, hogy eToro demo, biztos, ami biztos, és akkor így szépen kapunk egy ilyen kis tájékoztató oldalt, ami segít megismerni azt, hogy mivel foglalkozik maga a demo, illetve hát nyilván a nem demo oldal is, hiszen mind a két oldalon ugyanazokat a dolgokat fogjuk elérni, és ezek után a regisztráció el is tud indulni. Ugye start, amint mondtam, egy jó e-mail cím a hozzátartozó jelszóval, és természetesen el kell fogadni mindent, amelyekről nem fog tovább engedni. Ezután természetesen a megszokott módon az e-mail címünkre érkezik egy aktiváló kód, ami hát változó, hogy milyen időmennyiség alatt érkezik meg. Nekem egy 5 perc legalább kellett, úgyhogy rányomtam arra, hogy még egyszer küldje ki. Majd mi történt? Megérkezett egyszerre, mint a kettő, de szerencsére ugye a legutolsó értelemszerűen az volt az aktuális, az bepötyögött, és már jó is vagy. Ha ben vagyunk az oldalon, itt barátkozhatunk a felülettel, de egyrészt itt felhívja a figyelmünket arra, hogy lenne még szüksége néhány adatra, de mi ezt semmiképpen nem szeretnénk, ugyanis a demóhoz nem fog kelleni semmilyen extra információ, és ezt igazából azért kéri, mert alapesetben maga a regisztráció az a normál oldalra dob minket, ami szerintem kicsit zavaró. Ez az egy, amit így negatívként említenék, hogy itt azért figyelni kell, mert itt tehát nulla lesz az egyenleged, fel lehet tölteni, hozzá lehet adni a bankkártya adatokat, tehát hogy csupa olyan dolog, amit ugye nem akarnánk. Úgyhogy itt oldalt, a menübe meg kell keresni ezt a virtuális piac terünket, és abba át kell jelentkezni. Még annyi, hogy maga a virtuális pénz az sem jelenik meg egyből, tehát némi idő kell az aktiválásig, de szerintem egy ilyen 5-10 perc az olyan elégnek tűnhet. Kétféle módon lehet egyébként vásárolni, a Tesla-nál fogom ezt megmutatni. Ugye egyrészt azt mondod, hogy veszel egy Tesla részvényt. Ez a klasszikus, nevezzük ezt a hagyományos részvényvásárlásnak. Oké, én most azt mondom, hogy egyet vásároltunk. Jó. A következő az, hogy itt átállítjuk a vásárlásnál az X2-re. Ez azt jelenti, hogy kétszeres tőke áttét. Itt csak olyan, mintha lenne egy Tesla részvényünk. Úgyhogy ez már egyébként egy magasabb kockázati tényezővel rendelkező szituáció, mert persze, hogyha fölfelé emelkedik, akkor ez a kétszeres szorzó, ez nagyon jól néz ki, ám bátor, hogyha lefelé, akkor az már kevésbé lesz szimpatikus, de azért húztam be, hogy lássuk az egészet, hogy hogyan működik. És végül a harmadik megoldás, az pedig az X5-ös, ami egy ötszörös tőkeáttét, ugye Európában ez lehet elméletileg a maximum, amit kínálnak a brókerek, azért elméletileg, mert jogszabály köti őket, de az, hogy ki honnan nyit számlát, ugye az egy másik kérdés, de európai régióból az 5 a maximum, ami részvényekre vonatkozik. És ez matematikailag úgy működik, hogy amikor normál részvényt vettük, akkor ugye a teljes árat
fizettük ki, amikor a kétszeres, tehát az X2-vel vásároltuk, akkor nem költötte el a teljes összeget, hanem csak a felét, 82 dollárt, és amikor az ötszörös tőkeáttétele, akkor az ötöd részét költötte el annak a pénznek, de az úgy ugyanúgy működik, vagy ugyanúgy ugyanannyit ér, mint a teljes értékkel vettük volna. Viszont ezt a hármat most megvesszük egy kicsit másként, vagy ezt a három metódust másféleképpen közelítjük meg. Ugye a legtöbb broker oldalnál már van lehetőség arra, hogy tört részvényeket vásárolj. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk 200 dollárba kerül valami, és neked 100 dollárod van, akkor 100 dollár értékben tudod azt megvenni, és akkor kapsz 0,5 ezt vagy azt. Nem szoktam használni, igazából csak azért, mert nekem az Excel táblázatom, meg ahova vezetem, ott sokkal jobban átlátom, hogyha nem 0,17 darab ez vagy az van, hanem vagy egy darab, vagy két darab. Ennek inkább csak ilyen vizuális vagy átláthatósági szempontból van a jelentősége, legalábbis nálam. Úgyhogy ezzel a metódussal megnézzük a Teslát 100 dolláros vásárlásokkal, tehát 100 dollár értékben veszünk normál részvényt, 100 dollárért veszünk a kétszeres tőkeáttétellel részvényt, és ugyanezt a százast elköltjük az X5-re, az ötszörös tőkeáttételű vásárlásra. Úgyhogy ebből a 6 vásárlásból tevődik össze jelenleg a virtuális portfóliónk, ami hát egy eléggé vicces szituáció, ugyanis pont pluszban vagyunk mindennel, de hogyha szépen leosszuk, akkor lehet látni, hogy ugyanazzal a befektetett összeggel ugye más-más eredményeket tudunk elérni. Ugye ez a 100 dolláros résznél látszik a legjobban, hogy 100 dollárt fektettünk be, és akkor mondjuk elérünk plusz 11 néhány százalékot, vagy 10 százalékot, az 110 dollár. De a kétszeres tőkeáttét, vagy ötszöröset, tőkeáttét, akkor ugye ezek az értékek, ezek változnak, miközben ugyanazt a 100 dollárt fektettük be. Most, mint mondtam, ugyanez az irány lefelé is, tehát amikor mondjuk 100 dollárt vettél, vagy 100 dollárért vásároltál egy részvényt, és az mondjuk esik 10%-ot normál módban, akkor azt tudod, hogy 90. De hogyha magasabb tőkeáttét, akkor azért az több lesz. Amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, szerintem a létező összes hibát elkövettem, amit csak lehetett. Nem különösebben érdekelt, hogy milyen a broker oldal, csak nyitottam valahol egy számlát. Azt se érdekelt, hogy most ez a CFD, ez most mi, hogy ennek van jelentősége, vagy nincs. És természetesen utána azért az eredmények kissé rávilágítottak arra, hogy érdemes ezeknek utána olvasni, úgyhogy előbb-utóbb valószínűleg mindenki fog találkozni ezzel a három kis betűvel, és ezt meg kell tanulni, hogy mit jelent. Úgyhogy kifejezetten nem javaslom kezdők számára ezt a tőkeáttételes dolgot, bár mostanában én is gondolkozok azon, hogy lehet, hogy majd kellene nyitni egy ilyen típusú pozíciót, de még nagyon óvatosan barátkozok ezzel a gondolattal, sőt, főleg úgy, hogy ugye normál részvényvásárlásnál is van simán az, hogy 20-30-40%-os mínuszok vannak, úgyhogy elég oda kell figyelni, amikor ezzel a CFD dologgal kezdesz molyolni, kifejezetten nem tanácsos kezdőként ilyen irányba elmenni, mert nagyon gyorsan nagyon sok pénzt lehet elégetni. Úgy gondolom, hogy ebben a videóban eléggé jól látható az, hogy elég egyszerű nyitni egy ilyen demószámlát, és hogy különösebb kötelezettséged nincs a broker irányába. Arra mindenképp kell figyelni, hogy valóban a virtuális pénzösszeggel vásárolsz, illetve hogy milyen adatokat akarsz megadni, de hogyha éles számlát akarsz nyitni, ott elkerülhetetlen az, hogy személyigazolvány, bankszámla adatok, tehát hogy mint amikor bemész a bankba, tehát hogy ez egy hivatalos folyamat, itt aki meg akarja adni és ezzel akar foglalkozni, az nem úszhatja meg ezeket a folyamatokat. Aki ettől megijed, én azt mondom, hogy akkor érdemesebb más típusú befektetések irányába elmenni, mert másként nem megy. Amennyiben úgy gondolod, a környezetedben van olyan, aki épp demószámlanyításon gondolkozik, dobd át neki ezt a linket,
Köszönöm a figyelmet, jó kereskedést, jó befektetést, sziasztok!